Köszönöm szépen a szót. Én is örömmel szeretném kifejezni, hogy végre egy olyan törvényjavaslat vitájában vehetek részt, ahol nem is nagyon van vita, inkább csak véleménynyilvánítás. Szerencsére emellé a kezdeményezés mellé azért többen odaálltunk, mi szerintem nagyon fontos, és olyan nemzeti ügy, amely mellé valóban minden pártnak oda kéne állni. Ezért is mondom azt, hogy az LMP frakció tagjaként, de az Új Kezdet párt alelnökeként a mi pártunk és szimpatizánsaikat is arra fogjuk kérni, hogy írják alá ezt a aláírásgyűjtést, és természetesen, hogy támogassák, és mindenkit arra kérjenek, hogy írja alá, illetve uniós országokból a lakó ismerőseiket is kérjék meg erre, és akkor így remélhetőleg azért összegyűlik az az aláírás mennyiség, amire szükség van. De nőként engedjenek meg nekem egy kis, talán kicsit érzelgősnek tűnő kitérőt. Életem egyik leglélekemelőbb eseménye volt, amikor Marosvásárhelyen részt vettem a Székely Szabadság napján Keresztes László frakciótársammal együtt, és ott a lelkembe és az agyamba vésődött az a szó, amit több ezren ott együtt mondtunk, hogy autonómiát, autonómiát. Köszönöm szépen!